Korábban textilszakos volt Nagy Éda Csenge, mint mondja, nagyon szeretett szőni, ez a késztetése mai napig tart. Festeni viszont olajjal szeret. Ezzel a technikával készült képei láthatók most itt a Kemence Galériában. Éda Csengét a növényi elemek, formák foglalkoztatják az utóbbi időben. A témaválasztás az így nekem nagyon nehéz, és mondjuk így lehet, hogy másoknak is így szokott ez így nehézséget okozni, de nekem itt tényleg nagyon, szóval egy kicsit így csapongtam még az elejfele, ahogy így elkezdtem ide járni az egyetemre, és hát valahogy végül ide jutottam így a növényekhez, és ezek még inkább egy ilyen kezdeti stádiumok, így én úgy érzem, meg gondolom, szóval, hogy ez még így tud hová tovább menni, és igazából van is elképzelésem, hogy merre fele. Például mondjuk így van itt egy csíkos növényes képem, így valószínűleg arra fele fogom tovább vinni ezeket a növényeket, szóval hát végülis mondhatjuk, hogy akkor ez így ebben a formájában időszakos, igen, szóval nem egy ilyen végleges. Itt igazából a növényeknél elsősorban, ami végül engem elkezdett érdekelni, az, hogy a fény, ahogy mondjuk így rájuk süt, meg ahogy átsüt a leveleken, az ilyen egészen más hatást ad. És mondjuk így ez a nagyon korai reggeli fény, ami ezt így nagyon jól tudja hozni, az így nem tart olyan sokáig, úgyhogy lefotóztam őket, hogy ezt így tudjam jobban megvizsgálni, hogy mégis hogy néz ki. De egyébként így nem csak egy az egyben lemásolom a képet, vagy a fotót, hanem így azért kiegészítem, meg nem tudom, így mondjuk az a növény sem ekkora volt így eredetileg így a fotón, szóval ilyen is. A harmadéves festőszakos hallgató mestere Nyilas Márta. A PTM művészeti kar lehetőséget biztosít hallgatóinak a műterem használatra. Ez pedig nagyon nagy segítség a többi művészi technikai szemléletformáló instrukció mellett, amelyet az évek során kapnak a művészjelöltek. Ugye egy egészen új szemléletmódot, látásmódot, amit így a tanárok meg tudnak nekünk mutatni, amit így meg hát ezt az egész ilyen művészeti létet, vagy így egy festő, nem tudom, életét, vagy így az egész festészetet így belülről jobban lehet látni igazából, hogyha így jár egy ilyen egyetemre az ember szerintem, de hogy persze nyilván nem muszáj ahhoz, hogy valaki festő legyen, de hogy mindenképpen hasznos. Úgyhogy igen, meg sok lehetőséget természetesen, ugye mondjuk ezt, hogy így ki lehet állítani, esetleg elmenni Erasmusra, meg nagyon sok pályázat van, amit igazából meg lehet pályázni, és ezek mind nagyon-nagyon hasznosak egy festő életében. Zsigray Eszter mestere 3 évig Losonczy István volt, utána Nemes Csabától tanult. Adnak instrukciót, hogyha így elakadtunk, vagy hogyha úgy látják, hogy segítségre szorulunk, vagy megmutatják, hogy még milyen különböző irányok lehetnek, vagy vannak. És hát az meg a mi döntésünk, hogy mi felé megyünk el, vagy mi az, ami igazából érdekel, mit szeretnénk kibontani. Eszter természetes anyagokkal szeret dolgozni, a textil is köztük van. Ennél a takarónál így a használható, használhatatlanságot kérdéskörét jártam körül, és akkor itt a mellette lévő fotó, ilyen dokumentumokban így reprezentálom azt, hogy hogyan lehet használni így a használhatatlant. Mert először úgy volt, hogy egy hagyományos takarót szerettem volna készíteni, de utána másképp alakult, és használhatatlanná akartam tenni, hogy ne egy ilyen ipari termék legyen, hogy ne az jusson az embereknek az eszébe. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát hogy lehetne a legegyszerűbb módon ezt megoldani, és hát így csak így egy lyukat
hagytam benne, és azt gondoltam, hogy ezzel használhatatlanná válik, de a fotodokumentumaimban meg azt mutatom be, hogy hogyan lehet a használhatatlant használni. És igazából az lett így a végső konklúzióm, hogy igazából nincs olyan tárgy, amit ember alkothat, amit így nem lehetne használni. Tehát nincs olyan, hogy használhatatlan, mert igazából az ember annyira leleményes, hogy úgyis kitalál valami új funkciót neki, és akkor az már használhatóvá válik. A művészeti kar festőszakos hallgatói pályázat útján állíthatnak ki a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as Kemence Galériában. Zsigra Eszter ötlete volt, hogy éljenek a lehetőséggel. Hárman neveztek be, ide csatlakozott Kósa Doroti Zsáklin is, akinek alkotásai szintén itt kaptak bemutatkozási lehetőséget.